A szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. A 121. Zsoltárt minden bizonyal Körösi Csoma Sándor is elénekelhette, de kérdésé formálhatjuk mi is, akik elzarándokoltunk a nagy keletkutató szülőfalujába. Hangoztatta ige hirdetésében Szilágyi Sándor András kőbányai református lelkész. Nekünk, keresztényeknek is vannak hegyeink, nehézségeink az életbe, miként minden bizonyal Csoma Sándornak is volt útban Tibet felé, mondta a lelkész. Az üzenete az ennek az igének, hogy a hegyek mögött lássuk meg a teremtő Istent, és soha életünk egyetlen napján sem feledkezzünk meg a mi teremtő Istenünkről. Csoma Sándor munkássága ma már a világ emlékezet része. Bár a magyarok őshazáját soha nem találta meg, a nyugati világ kezébe adta a buddhizmus legmagasabb szintű fordítását, a tibeti kultúra megismerésének lehetőségét. Sok nyelvész van, aki hasonló teljesítményt nyújtott, de egy sincs ezen a csúcson, mert őt valamennyi fölé emeli az, hogy ezt, amit ő tett, ezt szinte a lehetetlen leküzdésével tette is. Ahogy csodálattal írták, hogy mínusz két-három fokon a bundájába burkolózva reggeltől estig ül a földön és dolgozik. Tehát ez a, ez a hatalmas akaraterő és ez a hihetetlen nemzet szeretet. Ebben lehet szerintem példakép. Csomát a keleti világ istenségé avatta, olyan tudósnak tartották, akinek jó szíve van. Bodhiszatva szobrok őrzik ma is emlékét a Himalájában. Ezt erősítette meg a megemlékezésen jelenlévő Kunegál Tenzin tibeti professzor is, aki könyvet írt a magyar tudósról. Kubinyi Anna, budapesti textilművész a 2009-ben készített In Memoriam körösi csoma Sándor című monumentális kárpitját mutatta be. Az emléktextil csoma életútját a gyökerektől a szellemi magaslatokig szimbólumokon keresztül ábrázolja boldog vagyok, hogy itt lehetett most ezen a csodálatos ünnepen, és hogy a lelkész úr megszentelte és útjára indította, mert hogy neki küldetése van, sok helyre szeretném elvinni, Ebből is dicsőítve Körösi Csoma Sándort és föntartva emlékét. Az emlékezők megkoszorúzták a magyar tudós melszobrát, majd az emlékházhoz vonultak. Az idei csoma emlékérmet egyedákos történész akadémikus kapta. Az ünnepségen kopjafát avattak Szilágyi Ferenc és Csetrielek tavaly elhunyt csomakutatók emlékére.